Ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosoknak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól, aki önmagát adta mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is, örökkön örökké. Ámen. Az újborért való hálaadás és reformáció emlékünnepén tekintsünk fennállva bennünket gazdagon áldó Urunkra, magasztalva őt a 30. Zsoltár első versével. Dicsérlek, Uram, Tégedet, mert Te megtartál engemet. Versének eléneklésével. Ki állhatna meg előtted, aki így rettenetes vagy, midőn haragot felgerjed, veti fel a kérdést a Zsoltáros, és ennek a kérdésnek fogunk a végére járni a mai Isten tiszteletünkön az ige fényében. Énekünkkel kísérjük át a kicsinyeket gyermek Isten tiszteletre Karola nénivel. Arra biztatlak benneteket, hogy ameddig mi éneklünk, ti itt a főbejáratnál fogjátok meg Karola néni kezét, az Úristen szent lelke pedig vezessen és kísérjen benneteket, miközben velünk is itt van ajándékozó módon. A 76. Zsoltár 4. és 5. versét énekeljük.
a mi segítségünk, ünnepi együttlétünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Vezesse és kísérje az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban, Urunk szeretetét a kegyelem nyilvánvaló jeleiben is ünneplő gyülekezet, Istenek igéjét, amely az ő jó voltából ma is megszólalhat közöttünk, a református bibliaolvasó javaslata nyomán a Zsoltárokból olvasom, a 76. Zsoltár második versétől a végéig. Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Sálimba került a sátra, a lakóhelye a Sionra. Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek. Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok. Dorgálásattól Jákob istene mozdulni sem tud a kocsi és a ló. Félelmetes vagy te, kiállhat meg előtted, amikor haragszol. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül. Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Tegyetek fogadalmat isteneteknek az Úrnak, és teljesítsétek ti, akik körülötte vagytok. Vigyetek ajándékot a félelmetesnek, aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és félelmet kelt a föld királyaiban. Ámen. Istennek szent lelke, aki az új életre hívogat, a megújulásra biztat bennünket, tegye áldottá az ő régi igéjét a mi szívünkben, hogy az valóban előrébb, ő fele közelébb mozdítson bennünket. Hogy ez így lehessen, jöjjetek közösségben és hajtsuk meg fejünket, könyörögjünk az Úrhoz imádságban. Hatalmas bíránk, mindenható Istenünk, örökké való édesatyánk a Jézus Krisztusban, dicsőítünk téged, mindenható bíránkat, amiért egyáltalán szóba állsz még velünk, amiért bűneink dacára van szabad és kegyelmet hozzánk ebben a beteg világban. Magasztalunk, amiért kínálod nekünk a megújulás lehetőségét, amire a reformációval és az újborral egyaránt emlékeztetsz. Ha az életünkre nézünk, azon belül pedig gondolatainkra, tetteinkre, mulasztásainkra, nem kétséges, hogy érdemtelenek és méltatlanok vagyunk erre a te nagy kegyelmedre. Köszönjük, hogy te nem ezekre nézel első renden, noha ezeket is nyilván látod. Ha alázatosan hajlunk meg előtted, te kész vagy Jézus Krisztus érdemét nézni. Hadd kérjünk most alázatos szívvel, nézd Jézus érdemét, és szólj most hozzánk. Teremts bennünk alázatos szívet, hogy fogadni tudjuk a te magasból jövő igédet, és hagyjuk magunkat magasra emelni általad. Ajándékozz meg jelenléteddel, szent lelkedben, az ige hallásában, és azután az urasztali közösségben is. Krisztusért, a mi Úrunkért kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Ámen. Énekszóval is készítsünk szívünkben helyt az írott és hirdetett igének, a 284-es számú dicséret 7. és 8. versével. Lelkis testi áldások atya, egeinek gazdag harmatja, szálljon mennyből híveidre, legyen ez közös, alázatos kérésünk. Lelkis testi
Szeretett testvéreim, Istennek ígéje, amellyel megszólított engem, és amellyel ma keresi mindannyiunk szívét, amely nyomán reformáció és újbor ünnepén az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném közöttetek is hirdetni. Írva van az imént már felolvasott ige szakaszban, a 76. Zsoltárban, ahonnan a 9. és 10. verset olvasom újra. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül. Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosoknak. Ámen. Kedves testvérek, egy borzasztó feszültség tapintható ki, és oldódik fel csodálatosan a mai napra kiemelt igeversünkben. Egy rettenetes feszültség menny és föld között, a mindenható Isten és a szemet szúró bántó borszem emberiség között. Méltán ijesztő feszültség ez, mert mindannyiunkra kiterjed, mindannyiunkat érint. Olyan feszültség ez, amit mélységesen átérzett a lelkiismeretes ágostonrendi szerzetes Luther Márton is, aki egy kérdéssel kereste belőle a kiutat. Hogyan találok kegyelmes Isten? És rátalált az útra a reformáció hajnalán, ahogy újra meg újra megtalálja és megragadja a gyümölcstermés lehetőségét a szőlő a hatalmas feszültségek között, kiállva téli hideget és rekkenő hőséget nyáron, hirtelen lezúduló esőket és nagy szárazságokat majd újborrá lesz, annak hálával ízlelhető bizonyítékává, hogy menny és föld feszültségében nem csak elpusztulni lehet, hanem maradandó értéket megtapasztalni és teremni is. Ma, amikor naptárilag is egy napra esik a reformáció és az újborért való hálaadás ünnepe, arra hívlak benneteket, hogy együtt tapintsuk ki a rettenetes feszültséget a menny és a föld között a 76. Zsoltár és annak kiemelt versei nyomán, majd ugyanezen a nyomdokon maradva vizsgáljuk meg, hogyan oldódhat fel csodálatos módon ez a borzasztó feszültség. Három gondolati lépés közös megtételére hívlak benneteket. A kiinduló pont és egyben az első állomás az örökhatalmú mennyei szent Isten és az ő trónterme. Őróla a Zsoltáros így ír, ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél. Félelmetes vagy te, ki állhat meg előtted, amikor haragszol? A vallásfilozófia egyik legnagyobbja, Rudolf Otto 100 évvel ezelőtt sok kutatási kört megspórolhatott volna magának, csak a Zsoltárunk alapján is leírhatta volna az azóta is maradandó és megálló vallás elméleti tételét, az istenség vallásos megsejtése rettentő és vonzó misztérium egyszerre. Ragyogó vagy te, hát ez nem vonzó, mondja a Zsoltáros, és félelmetes vagy te, ez pedig rettenetes. De a Zsoltáros tovább is megy ennél, és arról szól, hogy a ragyogó és félelmetes Isten cselekszik, mégpedig ítéletet hirdet. Na ez aztán az igazán ijesztő. Hogy értsük, nem csak el van a maga ragyogásában és félelmetes valójában, ezzel is rettenetet és ámulatot váltva ki az emberből, hanem bíróként cselekszik. Szó szerint arról olvasunk, hogy ítéletet hirdet a mennyben. Szinte mint egy lélegzett elállító, egy káprázatos bírósági épület jelenik meg a menny, és mint a fenséges bíróság épületébe bevezetett ilyesmit az előtt sohasem látott, vádlott, érkezik meg az emberiség. Láttam már olyan vádlottat börtönőrök kíséretébe menni a bíróságra, aki addig valószínűleg soha nem fordult meg olyan épületben. Maga volt a feszültség az ember.
Ebbe a trónterembe, ebbe a bírósági épületbe pedig az egész emberiség lép be. Nem csak a nyilvánvaló gonosztevők, akik fölött a földi igazságszolgáltatás és pálcát tör, hanem a hatalmasnak tekintett földi döntéshozók is. Az egész emberiség, mindenki ámulva retteg és mozdulni sem tud, erről beszél a Zsoltár. Figyeljük csak a leírást. Kifosztottak lettek az elbizakodottak. Álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok. Dorgálásoktól Jákob Istenem mozdulni sem tud a kocsi és a ló. Félelmetes vagy te. Ki állhat meg előtted, amikor haragszol? Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül. Mert ítéletet tart az Isten. Megtöri a fejedelmek büszkeségét, félelmet kelt a föld királyaiba. Nem tudom, gondoltad-e már oda magad a felséges és rettenetes bíró ítélő széke elé? Torpantál-e már meg, álltál-e már meg önvizsgálattal az örök hatalmú mennyei Szent Isten előtt, azzal az érzéssel, amit a Zsoltáros megidéz, kiállhat meg előtted, amikor haragszol, ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül. Megsemmisítő már maga a tudat is, hogy a hatalmas bíró, a csalhatatlanul igaz Isten elé kell állnunk, aki előtt nem állhatunk meg, mert magunkkal visszük életünket és lelkünket, ami önmagában is vádlóvá válik. Minden gondolatunk, tettünk, mulasztásunk, szándékunk. A vád megáll. Mi pedig nem állhatunk meg, mert bennünk ütközik, rajtunk csapódik le a menny és a föld feszültsége. Végünk van. Helyén való. Adekvát ez a megsemmisülés érzés, és érthető. Inkább az az érthetetlen, hogy ezt valaki nem érzi át. És a mai világban élő mai ember nem érzi át sokszor. Nem is gondol bele, hogy a hatalmas ítélő széke előtt folyik az élete, és egyszer ott kell megállnia és számot adni az életéért. Különben véletlenül nem úgy élne, ahogyan él, ha ezzel számol. Azt véljük a mai világban, hogy mindenkinek igaza lehet. És nem gondolunk az Isten egy igazságával. Azt hiszük, hogy mindent megtehetünk, ami hatalmunkban áll. És nem gondolunk az Isten mindent felülmúló hatalmával. Azt hiszük, hogy nem ér utol bennünket minden tettünk, minden következménye. És nem gondolunk azzal, hogy Isten ítélő szék előtt kell számot adnunk, a nagy bíró elé kell állnunk, aki minden fölött áll, mindent és mindenkit lát, és mindenre kiterjed a hatalma. A nagy bíró elé, aki már kimondta az ítéletet első fokon. Helyesen fordítja a magyar reformátor Károli Gáspár a Zsoltár 9. versét múlt időben, így az egekből jelentetted ki ítéletedet. Már megszületett az ítélet, ami már Ádám és Éva óta ismert és érvényes, megint csak Károli eredeti fordításában mondom, halálnak halálával halsz. Ha kiszakadsz abból az összefüggésből, amiben teremtettél, halálnak halálával halsz. Egész bizonyosan véged van. Ugyanazon szörnyű ítélet alatt vagyunk mindannyian. Mégis boldognak mondom azt az embert, aki ezt a helyzetet komolyan meri venni. Mert az ilyen ember túllát önmagán, meg a döntési és véleményalkotási és gondolati, meg vallás szabadságán, nem önmagában burjánzik túl, és néz bele az egocentrikus, meg antropocentrikus világképébe, amit Kopernikus óta tudományosan is túlhaladottnak látunk, hanem felülemelkedik és túlnő önmagán, túllát önmagán és megtanul viszonyulni a nagyokhoz, a hatalmashoz, a biztoshoz, aki ítéletet hirdet a mennyben. Martin Luther, akinek hitvalló tettére emlékeztet a mai nap, ilyen viszonyuló ember volt.
A reformátorok amiatt tekintünk fel rájuk, mert ők ilyen viszonyuló emberek voltak. Nem önmagukban csavarodottan érték az életüket, hanem túllátva önmagukon az Úristenhez kezdtek el viszonyulni. Luther lelkiismeretes, éles látással komolyan vette, hogy Isten kijelentette ítéletét a mennyből. Komolyan vette és magára vonatkoztatta ezt az ítéletet. Ritkán szoktam filmekkel példálózni, de érdemes megnézni a Luther című filmet, amiben ezt jól bemutatják, mennyire magára vette. Nem halogatta az utolsó ítéletig, hogy majd ott jön el a szembesülés az Istennel, hanem az ítélet súlyát a maga májában, a maga idejében átérezve alakította a földi életét, és kereste az enyhítés és a felmentés lehetőségét, kereste a választ a kérdésre. Hát ha ez így van, ha az Isten ítélő széke előtt semmi nem tart meg, hogyan találok kegyelmes Istent? Amikor urasztali közösséget ünneplünk annak teljes méltóságával, akkor nekünk is lelkünkben maradt tény, a nagybíró már ítéletet hirdetett, és nem állhatunk meg az Isten ítélő széke előtt, sőt halált és kárhozatot érdemlünk, ezt meg is valljuk őszintén. Ebből a rettenetes tényállásból keressük az enyhítés, sőt a felmentés lehetőségét, és ennek a tényállásnak a szörnyű súlyát átérezve alakíthatjuk utána gondolkodásunkat, cselekedeteinket, viszonyrendszerünket. Mert ennek a tényállásnak, hogy az Úristen a mennyben ítéletet mond, vagy mondott, hatása van a földi életre. Ez a második gondolat, amit kiemelek. A hatalmas Isten ítéletet tart. A Zsoltáros nem csak arról beszél, hogy a mindenható bíró ítéletet hirdet a mennyben, mert persze az ott megvan, az egy külön dimenzió, jó, kihirdette az ítéletét, majd bevárjuk, hanem arról is beszél a Zsoltáros, hogy ítéletet tart Isten a Földön. Ha eddig elsősorban a mennyei bíróságban gondolkodtunk is, ez ne tévesszen meg senkit, az kihat a Földre. Az kihat a mi mindennapjainkra. Az nem egy másik jogrendszer, ami csak feltételesen érvényes, ami alól ki lehet bújni, mint az offshore cégek ügyeskedői teszik, amikor egyik joghatály alól átcsúsznak egy másik joghatály alá. Itt nem, itt rám nehezedik a súly, az adóság súlya. Nosza, nem nagy dolog, áthelyezzük egy másik összefüggésbe, és hopp, már nincs is súly, már adózni sem kell érte. Sok ilyen van, testvérek. Ügyesen ki lehet bújni a súlyok alól, a földi igazságszolgáltatásban, főleg mióta a virtuális tér ködében lehet lenni is, meg nem is lenni, és nem is kérdés, hogy lehet úgy csűrni, csavarni a dolgokat, hogy abból előny származzon. Hát a hatalmas Isten mennyei ítélete elől nem lehet bujkálni, azt nem lehet kicselezni. Az örök hatalmú bíró elől nincs menekvés. Az ő mennyei ítélete már hatályos a Földön, és nem kell ezt talán bizonygatnom, nézzünk csak körül a rám bízott világban. Nézz rá a saját életedre. A megsemmisülés és halál nyomait hagyjuk hátra magunk mögött. Ez földi, hétköznapi realitás, amiben benne vagyunk. Bevisszük a jó élelmiszert és hagyunk magunk után valamit. Nem részletezem, ez csak egy nagyon, nagyon egyszerű példa. Figyelemre méltó, hogy a Zsoltáros fogalmaz először arról beszél, hogy Isten ítéletet hirdet a mennyben, majd a következő versünkben már arról is, hogy ítéletet tart Isten a Földön. Nincs két elválasztott dimenzió az ítélet szempontjából, amikor mennyről és földről beszélünk, elér a mennyei ítélet, ezzel szembesülünk minden alkalommal, amikor közmondásos bölcsességgel kimondjuk, mert ki szoktuk mondani, általában fájóan, vagy másra nézve, ne adj Isten kárörömmel, Isten nem ver botta. Utolér az ítélet itt a Földön is. Nem csusszanhatunk ki az Isten kezéből, aki nem csak bíró,
hanem büntetés végrehajtó is, igazságszolgáltató is. Nem úgy van ez, mint a földi joggyakorlatban, hogy egyik hatóság leleplezi a bajkeverőt, másik hatóság végzi a vizsgálatot, harmadik hatóság kimondja az elsőfokú ítéletet, negyedik hatóság végzi a büntetés végrehajtást, az ötödik, hatodik, meg nemzetközi szinten akár hetedik hatósághoz pedig lehet fellebezni. És amikor jönnek ezek a hatóságok is egymás között, mint az ujjam, mindig ott vannak közötte a lyukak, amiket ki lehet használni. Ezek szépen kiskapuvá válnak, és az ügyeskedő ember szépen be is megy a kiskapukon. Egyiken, másiken, harmadikon. Ott is, itt is becsúszhat egy-egy eljárási hiba. Fogadtartottakkal beszélve nem egyszer rajta kapom őket azon, hogy reménykednek az eljárási hibában. Hát ez a legnagyobb. Hát ez. Abból ki lehet jönni, tessék, van egy eljárási hiba, amiből előnyt kovácsolhat a zsivány, és még akár meggazdagodva is kijön a buliból. Szó szerint lehet érteni. Hát az Úristennél ilyen nincsen. Ott egy mindenható kézben van minden. Egy instancia van. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten. Nincs mentség, nincs kibúvó, Isten ítélő széke előtt ott van az ember, és eszköztelen. Ott nem számít pénz, fegyver, paripa, amivel olyan sok mindent el lehet manapság érni. A zsoltáros ezt ecseteli verseken át, hogy az Úr fölötte áll fegyvereken, mindenféle fegyveren, fölötte áll felfegyverkezetteknek, hatalmasoknak és királyoknak is fölötte áll, megtöri a hatalmasok büszkeségét és félelmet kelt a föld királyaiban, mondja a Zsoltár. Itt nincs appelláta, és nincs menekvés. A bűn, a mennyei Isten akarata és a földi élet közötti feszültség miatt nincs menekvés. Ez a feszültség fennáll és rajtunk csapódik le. Magunkon érezhetjük annak súlyát, és közös mottónk lehet, nemzeti himnuszunk legderekasabb része, haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zugattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zenged ajkain, ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének, hányszor támadt ten fiat szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölette. Várálok most kőhalom, kecs, öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S ah, szabadság, nem virul a holtak véréből, kínzó rabság könnye hull árvánk ő szeméből. Ez nem kölcsei légből kapott összeállítása, ez a földön is tapasztalható tényállás. És ebben nagyon helytálló a kölcsei sorai. Isten a nagy bíró kezében vagyunk, akinek egyrészt minden jót köszönhetünk, ezzel indít a himnusz a második versétől, aki viszont másrészt ítéletet hirdet a mennyben, és az ítélete lehat a földig, a mi életünkig. És nem tudunk semmit felmutatni, ami az ítélettől megszabadítana. Arra sem hivatkozhatunk, mert ez egyszerűen nem igaz, hogy megbűnhődte már a nép a múltadsa jövendőt. Ne ringassuk magunkat, ne áltassuk magunkat ostobaságunkba. Amit kaptunk, nem előre törlesztettük az Úristennek, úgyhogy még ő a mi adósunk, mert mi már megbűnhődtük, csak életünk következményeként, és még így is kegyelmesen kapjuk, hiszen él még nemzete hazán. Ne áltassuk magunkat, a mennyben ítéletet hirdető és a földön ítéletet tartó Isten kezében vagyunk, akivel szemben nincs eszközünk, és nincs érvünk sem magunktól. Csak fohászkodhatunk, de ezt nagyon alázatosan. Alázatosan, nem úgy, ahogyan kezdjük a himnuszt, felszólítással Isten áld meg a magyart, hanem csendes alázattal, szánd meg Isten a magyart.
kit vészek hányának, nyújts feléje védőkar tengerén kinyának, bal sors, akit régen tép hoz rádig esztendőt. Nagy Isten előtti alázattal lehet csak keresni a kiutat ebből a rettenetes helyzetből. Így tett Luther is, amikor kétségbe esetten kereste a választ a kérdésére. Hogyan menekülhetek meg a hatalmas Isten jogos haragjától? Hogyan találok kegyelmes Istent? Hogyan részesülhetek Isten kegyelmében, ha nem érdemlem? És éppen ez az alázat volt az, ami segített és segít ma is megtalálni a választ. Ez az alázat szerepel a Zsoltár versünkben is. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. A harmadik gondolat az, hogy a hatalmas Isten szabadulást készít és ad az alázatosaknak. Csodálatosan teszi ezt. Az alázat fegyverével, az alázat lefegyverző fegyverével, az Isten válik alázatossá, és fegyverezi le az emberi gőgöt, és teszi lehetővé az alázatot. Maga az Úr hajol alá kegyelmesen a földön, alázatosan, és teszi lehetővé a működő kapcsolatot a tőle elszakadt emberrel, az alatta levő emberrel. A hatalmas bíró ismerté teszi magát a földön. Evel indít a Zsoltár. Ismerik Istent Júdában. Hát ez hogy lehet? Ugye nem gondoljuk, hogy azért, mert Júda felér a mennybe. Egyikünk sem ér fel a mennybe. Nagyon a földhöz vagyunk ragadva. Úgy lehet ez, hogy az Úristen közeledik Júdába. Sálémba került a sátra, a lakóhelye a Sionra, mondja a Zsoltáros. Közeledett az Isten Jeruzsálemhez, a Sálém szó egyébként békét jelent. A békébe lépett az Isten a háborúból, az ítéletből, elhagyta a mennyei tróntermet és leért Júdába. Megismerhetővé és ismerté tette magát egy maroknyi nép nyomorult maradéka számára. Sálémba került a sátra, a Shalom szó ugye a békét jelenti, békét hozott a Nagy Isten, és békében sátorozott az ember között, önmagában elszenvedve, hordozva azt a feszültséget, ami a föld és a menny között van, amit a föld kelt a mennyben, és békés kapcsolatot kínált fel az Isten. Hosszú távú kapcsolatot, lakóhelye a Sionra került, mondja a Zsoltáros, és nem ideiglenes tartózkodási helyről beszél itt, hanem lakóhelyről. És oda emelkedhetnek hozzá a Sion hegyére az alázatosak. Ez alázat kell. Felvehetik vele a kapcsolatot, megtapasztalhatják, hogy nem csak pusztító találkozás van mennyi és föld között, hanem épületes is. Van lehetőség a békés együttnek, beszélgetésnek és életet átadó viszonynak. Tegyetek fogadalmat Isteneteknek az Úrnak, mi ez a nem beszélgetés? Beszélgessetek az Istennel, és teljesítsétek azt, aki körülötte vagytok, mondja a Zsoltáros. Ilyen közel van hozzátok, körülötte lehettek, az életetek árulkodjon erről. Micsoda csodálatos lehetőség, micsoda életesély ez. Hát ezt az életesélyt ragadhatjuk meg mi is alázatos szívvel. Ahogy tette egykor a reformátorok sora, tette egykor Luther Márton is, felismerte a mindenható Isten teljes gazdagságát. Az, hogy az Úr nem csak igaz bíróként kész viszonyulni a földi valósághoz és az emberhez, hanem az alázatossal kész alázatban találkozni. Kész elhagyni a mennyei tróntermet, a bíróság termét és bírói székét, kész alászállni Júdába, kész egy betlehemi szegény szálláson megtalálhatóvá tenni magát messziről jött bölcseknek, egyszerű pásztoroknak, mindenkinek. Kész együtt lakozni a nyomorult emberrel, kész közöttünk sátorozni, János evangélista így beszél, és közöttünk lakozott, közöttünk sátorozott, láttuk az ő világosságát, mint az Atya egy szülöttjének világosságát. Kész irgalmat és kegyelmet és békét hozni
és velünk lenni ígérete szerint a világ végezetéig, nem csak átmenetileg kész értünk szenvedni. A kereszt válni és elhordozni a mennyi és föld közötti feszültséget, és kész megtörni a halál erejét és új élettel megajándékozni. Ez pecsételte meg az Isten Jézus Krisztusban. Ez az, akibe kapaszkodhatunk. Ő az, aki egyetlen mentségünk és reménységünk. Erre emlékezve ünnepelhetünk a hálaadással, és kerülhetünk az Úrasztalánál is alázatosan gazdagító közösségbe az Úrral és egymással. Ünnepelhetjük azt, amiről már a Zsoltáros is beszélt, hogy bár mérhetetlen és pusztító a feszültség a mennyi és a föld között, és Isten méltán hirdet büntetést, ő mégsem pusztán ítéletet, hirdetést tart, hanem szabadulást, felszabadító és gazdagító új kapcsolatot, új életet készít és kínál az őt alázatosan keresőknek. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk! Hatalmas bíránk, aki egyben mindenható édesatyánk vagy, szeretetben bámulatosan gazdag Istenünk, köszönjük, hogy ma is megajándékozol azzal a kegyelemmel, hogy rád figyelhetünk és a te szavadra, hogy gondolataink párbeszédbe kerülhetnek te veled, hogy a te igéd az életünk részévé válik, és a veled való békés kapcsolatba kerülhet. Köszönjük, hogy igéd nyomán észrevehetjük nem csak a te igazságodat és jogos bírói szigorodat, hanem a te elkötelezett szeretetedet is, és reménységre adsz okot ígéreteddel és kegyelmeddel, ami Krisztusian ér le hozzánk. Alázatosan belekapaszkodva kérünk, segíts nekünk fogadni az általad felkínált lehetőséget, az életet, az igédet. Segíts ajándékotként fogadni a kenyeret és a bort, mostani közösségünkben az úrasztali jegyeket is. Nem csak köszönjük, hogy szent színed elé járulhatunk és ünnepelhetjük veled való közösségünket Jézusért, hanem könyörgünk azokért is, akik nem lehetnek itt közöttünk, betegség vagy más nyomorúság okán. Köszönjük a te igéd ígéretét, hogy az alázat az, ami hozzád vezet, ami a veled való kapcsolatban mérvadó, nem pedig a közvetlen jelenlét a templomban. Köszönjük, hogy ezekben a nyomorúságos időnkben, amelyek alázatra tanítanak bennünket, megtalálhatjuk a te kegyelmedet egyen-egyenként is. Köszönjük, hogy mégis közösséggé válhatunk, testvéri közösséggé, és ünnepelhetjük a közösséget te veled. Ebben a közösségben gondolkodva kérjük a te segítségedet, nem csak magunkra, családunkra nézve, hanem kérünk, te segítsd a betegeket, az ápolóikat, a rászorulókat, az árvákat és özvegyeket. Te vigasztald a gyászolókat és a fájdalommal emlékezőket. Te adj méltóságot az emlékezésnek a mostani napokban. Te légy jelen kegyelmeddel életünkben, pecsételd meg az életünket új lehetőséggel, ahogy ígérted is Krisztusért. Ámen. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult könyörgés szavaival. Ő mondta, ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Irgalom, szeretet és békesség adassék néktek bőségesen.
Amen. Helyünket elfoglalva és a Tolnatáj televízió nézőitől ezzel elköszönve, készüljünk úrvacsorai közösségünkre a 30. Zsoltár 3. és 4. versét énekelve. Istenes hívek és szentek, az Úrnak énekeljetek, így kezdődik a 30. Zsoltár 3. verse.